bevallom, én nagyon irigylem azokat az embereket, akiknek hát van idejük olyasmiken filózni, mint például, hogy Jennifer Aniston miért nem kapott Oscar jelölést, amikor akkor átalakított a Boldogság minden áron című filmjében. Hát igen, jó lenne ilyeneken filózni, nem tudom, most szerintem a történelmi pillanat se olyan, hogy nagyon Jennifer Anistonról filózzunk, de tavaly volt egy ilyen pillanat, amikor hát az emberiségnek egy bizonyos része, hát úgy szám szerint öten, tényleg azon rágódtak, hogy Jennifer Aniston miért nem jelölik Oscar-díjra, amikor úgy szenved ez a komikus szerepekhez szokott színésznő, tehát olyan szépen szenved a Boldogság bármi áron című filmében, hát amit még nem láthattunk tőle. Van ebben a filmben minden, gyász, gyógyszerek, öngyilkosság, terápia és a Jennifer Aniston, és hát tényleg szépen szenved Jennifer Aniston, aztán nem lehet eltagadni tőle, olyan olmosak a léptei, olyan kedvetlenül szeretkezik, boldog-boldogtalanba beleköt, az élet tényleg fáj neki. Tényleg, hogy az egyetlen szépséghibája a dolognak, hogy mintha maga a színésznő is tudná, hogy mennyire technikásan csinálja ezt a szenvedést. Tényleg olyan ez az egész film, mintha Jennifer Aniston homlokára lenne írva szép nagy betűkkel. Azt a mindenit, de jól csinálom én ezt. Adjatok már nekem valami díjat, tényleg egy plecsnit, akármit, nem tudom, egy kristály salátás tálat, valamit, ismerjétek el ezt, hogy én szépen tudok szenvedni, amikor máskor meg milyen jól nevettettem a közönségemet. Make a wish. Can't think of anything. Doesn't matter. Just blow them out. Elég kitartó színésznőről van szó, szóval egy ilyen makacs nőről, aki szerintem, hogyha valamit a fejébe vesz, akkor azt meg is csinálja, úgyhogy ideje lenne már neki adni valamit, legalább egy jelölést, vagy valami kis plecsit, mert ezt addig fogja nyomni ezt a szenvedést, amíg hát valahogy meg nem győzi a díjakat odaítélő zsűriket, hogy adjanak neki valamit. Szerintem mindenki jobban jár, hogyha Jennifer Aniston a tőle megszokott ilyen, ez a vicces, nagyszerű szexbomba szerepben kapjuk meg, és nem ebben a szenvedősben. Tényleg színvonalasan szenved Jennifer Aniston. Lássuk, ez a film azért nem több, mint egy ilyen jól sikerült, jól fésült, független film, amiből, nem tudom, mondjuk a Sundance Film Fesztiválon hát egy ilyen tucatnyit szoktak bemutatni minden évben. Szerintem ez 10-ből 6 jó szitel. Mozikon még egy érzékeny zongorázó náci. This German is our enemy, do you understand? Akiben egy francia leányzó szeret bele. Továbbá mozikban még egy amerikai feltörekvő DJ. A DJ dolga, hogy totálisan kikapcsolja a közönség agyát. 125-ös BPM-ről szeretem indítani őket. Ha elkaptam a pulzusukat, egyre feljebb hozom őket, darról-darra. Mozikban még a Transported sorozat újra töltött változata. Azt hiszed, először nyomnak Stuckert a fejemhez. Lehet, hogy már újra töltötték egyszer a Transported, és most az újra töltött változatot újra töltötték. Ezt már nem tudom követni. A lényeg az, hogy Jason Statham ebben már nem szerepel. Még elkésem. Utálok elkésni. Valószínűleg nem tudták megfizetni a kopasz akciósztárt.